Késik a Gyergyószentmiklósi utak kátyúzása, a télen megrongálódott aszfaltréteg sok bosszúságot okoz az autósoknak, a javítás pedig várat magára, de nem a pénzhiány miatt. Nagyon ráfér a javítás az aszfaltutakra Gyergyószentmiklóson. A Gyilkostóhoz vezető utcában például igazi kihívás végighajtani, mert egymást érik a gödrök. A múlt héten kavicssal, kőtörmelékkel töltötték fel a nagyobb kátyukat, hogy legalább átmenetileg megoldják a helyzetet. A polgármesteri hivatal szerint a költségvetés késése okozza a gondot. Egyrészt március 30-án lett költségvetés a városnak. Ez azt jelenti, hogy közbeszerzési procedúrát, licitet nem lehetett szervezni, amíg nem volt költségvetés a városnak. És a másik alapvető probléma, hogy még eléggé, úgymond gyerekcipőbe járunk az elektronikus szeápos közbeszerzésekkel kapcsolatosan. A közbeszerzési kiírás a héten zárul le, így hamarosan aláírják a szerződést a javításokat végző kivitelezővel, mondta el az alpolgármester. A pénzt elkülönítették a munkálatokra, tehát nem az anyagi források hiánya az akadály. Amikor az ajánlatok bejönnek és végrehajtódnak, akkor fogjuk tudni megmondani, hogy mekkora értékben fogunk az idén ilyen típusú munkát végezni. A becsült érték mindenképpen 200-300 ezer körüli értékre tehető. A szerződés megkötése után minden aszfaltozott útszakaszon betömik a kátyukat, de a földutakon is várhatóak karbantartási munkálatok. 40 kanális fedő szintre hozását is belefoglalták az elvégzendő feladatok közé.